Sziasztok, Tamokria vagyok. Szeretném most megosztani veletek, hogy hogyan próbálom meg kivinni a meditációt innen a dharmateremből, és hogyan próbálom használni a mindennapi életben. Elsősorban szerettem volna megosztani másokkal azt a tapasztalatot, azt az élményt, amit nekem a meditálás ad. És bevittem a munkahelyemre. Van egy kis csapat, együtt dolgozunk. Gondoltam, akkor meditáljunk is együtt, ne csak dolgozzunk. És ekkor szembesültem azzal, hogy nem mindenki zen gyakorló. Sőt, benn a cégnél, rajtam kívül senki nem gyakorol zent. Tehát onnan nem kezdhettem el a dolgot, hogy akkor üljünk le, mahamudra tartás, így vedd a levegőt, mi ez, nagy kérdés, és mantra gyakorlat. Ezeket a szavakat nem lehetett kiejteni. Szembesültem vele, hogy nálunk programozók dolgoznak, építészek és művészek, és a legtöbbjük még a meditációról csak így messziről hallott a tévéből. A csapatban egyetlen egy valaki próbálta ki, azt is csak így kipróbálta, és úgy döntötte, hogy köszöni szépen, ez neki elég is volt. Így kezdődött az egész. Úgy változtatnom kellett a kiindulási ponton, hogy mi is legyen a célja a meditációnak, mert az, hogy ébredjünk fel, hogy legyen tiszta a tudatunk, hogy reagáljunk minden pillanatban tisztán, tiszta tudattal, az nem nagyon motiválta őket. Kellett találnom valami más, amiért egyáltalán az érdeklődés felmerül bennük az iránt, hogy leüljenek és kipróbálják. Nálunk a cégnél nagyon fontos a koncentráció. Ezért ez lett a gyakorlatunknak a célja. Hogyan tudsz minden pillanatban koncentrálni a munkádra? Úgy, hogy közben 6 filmen dolgozol, és legalább 8 koordinátor rohangál hozzád a főnöködön kívül. És minden pillanatban tudnod kell, hogy melyik projektről beszél az adott koordinátor, akkor is, hogyha nem mondja végig a shotnak a számát, és egyáltalán mit szeretne tőled, mit akar elérni. Egyáltalán van-e ahhoz joga és lehetősége, hogy azt a dolgot kérje, amit szeretne. És ezért kezdtünk el meditálni. Meg volt a cél. Aztán jött a másik érdekes pont, hogy hány percet is üljünk? 50 percet? Az lehetetlen. Kezdtük 5-tel, 10, 15. 15-nél följebb nem tudtunk menni, maradt a 10 perc. Tehát 10 perc napi meditáció. Így most ott tartunk, hogy a reggeli megbeszélések után, hogy mikor kinek mit kell csinálnia, leülünk, és közösen 10 percet meditálunk. Mindenkinél megkérdeztem, hogy mit szeretne. Hogy problémát szeretne megoldani, vagy csak a pillanatot gyakoroljuk, hogy hogyan tud a jelen pillanatban meglenni, és hogyan tudja ezt majd a munkában is használni. Hogy ne vigye el a zene, amit éppen hallgat, vagy ne arra figyeljen, hogy a szomszéd asztalnál miről vitatkoznak, vagy ne aggódjon amiatt, hogy be tudja fejezni időben, amit elkezdett, vagy ne az esti program járjon a fejébe, és emiatt egy másik soton kezdjen el dolgozni. Ezért a hangok figyelése, a tér figyelése, a saját légzésünk figyelése már is bekerült, és már is tudtuk használni. Azt nem mondtam, hogy tant ilyen légzés, ilyeneket nem mondunk. De megmutattam a kéztartást, megmutattam azt, hogy hogyan kell venni a levegőt. Teljesen másképp kellett velük beszélnem, mint ahogy mi itt egymás között beszélünk. Másképp kellett kivinni a gyakorlatot, át kellett egy kicsit alakítani, megfordítani kicsit a dolgokat. Például nálunk, hogyha valaki nem akar meditálni a megbeszélés után, akkor föláll és elmegy. Nem probléma. Ha más jár a fejében, ha éppen a taszkot akarja megoldani, éppen a feladaton dolgozik, akkor jobb, hogyha megy, és akkor csinálja, próbálja ki. De mostanában már azért is ott maradt, hogy az íróasztalnál nem tudom megoldani, akkor inkább leülök és meditálok rajta, hogy hát, hogyha úgy sikerül. És majd utána megy föl az íróasztalhoz, és lát neki azoknak az ötleteknek, amik a meditáció alatt eszébe jutottak. A tartás az nem mindig egyenes, ezen sem változtatok, hogy nem szólok, hogy ülj egyenesen, csak így lesz jó az energiáramlás. Mindenki úgy ül, ahogy kényelmes neki. Például babzsákon. Nem kell ilyen kis matracokon ülnünk, ahogy szeretnél, úgy ülhetsz. Használhatsz takarót is, be is burkolódhatsz. Bárhogy, ahogy kényelmes. És akkor jött a következő szembesülés, hogy oké, csináljuk, de most már 3 napja csináljuk, miért nincs eredménye? Miért nem tudom azonnal megoldani a problémáimat? Akkor ugye nem mondhatom azt, hogy legalább csinál 10 évig, és majd utána várhatsz valamit.
a 21 napot sem mertem kimondani, mert szerintem még az is sok lett volna nekik, így próbáltuk az egy hetet, vagy legalább egy hétig csinált, próbált, hogy csak azt az egy dolgot csinálod, amit elkezdtél hétfőn, azt csináld péntekig. Ha figyelted a hangokat, akkor egészen péntekig figyeld a hangokat. És akkor válthatsz utána hétfőn, de legalább péntekig figyeld a hangokat. Úgyhogy nem volt egyszerű, és legnehezebb számomra volt, hogy nem zen buddhisták. Tehát építész és programozó. Nekik nem mondhatok más, csak olyan dolgokat, amiket abszolút tud tapasztalni, és meg tud fogni. És tudja azt mondani, hogy ó, igen, igen, akkor már éreztem valamit. Vagy jobban ment odafönn a munka. De nem adjuk fel, még csináljuk. És érdekes módon nem az egyéneknél jelentkezett a változás, hogy jobban tudna dolgozni, hanem a csoportban. Megfigyeltem, hogy az emberek mindig ugyanoda ülnek le, ugyanam mellé ülnek le. És valahogy így kialakult egyfajta csoportszellem, és odafönn jobban segítik egymást. Közös teázások vannak, együtt mennek el ebédelni. Nincsenek feszültségek így a csapaton belül, hogyha valami probléma van, valaki valamit nem tud megoldani, már szól a többieknek, és ketten-hárman is oda mennek neki segíteni, hogy na, akkor gyere majd, akkor együtt kitaláljuk, hogy ezt hogyan kell. Már nem egyének ülnek körülöttem, hanem lett egy csapat, akik együtt dolgoznak. És nekem ez így hatalmas eredmény. És főleg, mikor havonta így megkérdezem, hogy na, kinek hogy tetszik, még mindig itt vagy, még mindig nem álltál föl, mégiscsak van valami, amiért maradtál. És érdekes módon pont ezt mondják ők is, hogy jó együtt lenni, jó együtt csinálni valamit, ha csak 10-15 percig is csináljuk, de azt együtt. És ez az együtt, ez fönn is megmaradt az irodában is. És valahogy elkezdték átvinni más departmentekhez is, hogy nem csak mi csinálhatjuk együtt, velük is lehet együtt csinálni. A cigi szünetekről már arról beszélgetnek, hogy mi is az, hogy mi meditálunk. Elég hamar elterjedt, hogy ezek a bolondok minden nap ott ülnek 10 percig csöndben. Vajon mit művelnek? És már nem probléma, megszokták. És kialakult, és jönnek mások is, érdeklődnek, és majd lehet, hogy többen leszünk, többen fogunk ott üldögélni és meditálni. Ez volt az első ilyen nagy élmény, hogy ki tudtam vinni innen a meditációt úgy, hogy senkinek nem kellett oltárképeket mutogatnom, vagy arról magyaráznom, hogy mi a különbség Buddha és Jézus között, mert általában ezek a kérdések szoktak felmerülni. Nem volt vallás, mert nincs vallásról szó, mikor meditálunk. Nem került az elő, hogy de hát miért nem képzelünk el rózsaszín pillangót a kék tengerparton? Nem, nincs ilyen. Már nincsenek ilyen kérdések. Már csak csapat van is, hogy együtt csináljuk a dolgokat. De valahogy nem csak ez jelent meg azáltal, hogy itt ülök, és együtt gyakorlunk, és figyeljük egymást, meg figyeljük magunkat, hiszen nem csak egyedül vagyunk itt, hanem együtt csináljuk. Tehát szembe jössz a folyosón, rád nézek, a szemedbe nézek, akkor tudom, hogy most így jól sikerült, rosszul sikerült, hogy érzed magad. És ugyanezt tudod te is rólam. És ez az egymáshoz való odafordulás, ez egymásra való figyelés, ez megjelenik belül is. Elkezdtünk jobban figyelni magunkra. Én mindenképpen. Van egy kollégám, nagyon régóta együtt dolgozunk, szerintem már több mint 17 éve, több cégnél is együtt dolgoztunk, ez a harmadik cég, ahol együtt vagyunk. Néha elválnak az útjaink, néha visszajön, néha elmegy, néha én váltok céget. És ismét együtt vagyunk, és rájöttem, hogyha meghallom a hangját, már görcsbe rendül a gyomrom. Mert mindig azzal jött oda, hogy neki most éppen ez kell, az ő dolga a legfontosabb, minden más felejtsek el, és csak azt csináljam, amit ő szeretne. És hogyha éppen erre nincsen semmilyen lehetőség, jó, semmi gond, este 10 után is befejezhetjük, ő ráér. És ez így általános is volt köztünk. A mai napig, azaz pontosabban egy pár hónappal ezelőttig. Rájöttem, hogy igen, ezt mindig ki tudja belőlem váltani, mindig bemegyek hétvégézni, vagy reggel 6-ra, vagy bemaradok 11 után is, csak azért, hogy megcsináljam. Holott most nem ez a dolgom, tehát most nem ilyen a kapcsolat köztünk. Teljesen más. Most nekem kell megmondani, hogy az, amit kér, az belefér az időbe, belefér a költségvetésbe. Belefér technikailag, hogy én most bennmaradok és éjszakázom. Hogy beírhatok-e túlóra taszkot, vagy hogyha nem, ér-e annyit az a dolog, hogy a saját időmből erre áldozzak. És onnantól fogva elkezdtem figyelni, amikor jött,
és hallottam a hangját, és már tudtam, hogy legalább 3 dolgot fog kérni, olyan dolgot, ami nincs benne a költségvetésben, de ettől a film az jobb lesz, az igaz, és ezért engedtem eddig is. Akkor megvártam, igaz, a gyomorgott szépen alászáll. És akkor meghallgattam, hogy mit mond, és addig nem szólaltam meg, míg a gyomorgölcs még ott volt a gyomromban. És hogyha elmúlt, akkor már tudtam tisztább fejjel gondolkodni, hogy akkor most mit is szeretne? Hogy valami olyasmit megoldani velünk, amit sokkal egyszerűbben lehetne megoldani egy másik departmentben, csak tudja, hogy én biztos bemaradok éjszakázni, tehát ez a gyorsabb út, nem az, hogy 3 napot vár egy másik ember munkájára. És az ütemezés hirtelen fontosabb lett, mint az a gyomorgörcs, amivel ezt eddig elérte. És változott a hozzáállásom ahhoz, hogyha meghallom a hangját. És rájöttem, hogy az érzések valóban jönnek és mennek. A gondolati mintáink is jön és megy. Az, hogy hogyan viszonyulunk valakihez, hogy milyen helyzetben, hogyan reagálunk rá, mit engedünk meg neki, az a mi bevett sémánk. És ekkor már ott is van az ok és okozat. Azért, mert 10-12 éven át mi így dolgoztunk együtt, hogy garázs projekt, és mindent a projektért, mindent a munkáért, az működik most is egy 250 fős cégnél. Most már mások a célok, mások az ütemezések, mások az emberek, mások a feladatok. Nekem is másképp kell reagálnom. És nem úgy, hogy persze, rögtön azonnal már csinálom, és az összes többi munkát eldobom, csak az lesz. Változtathatunk ezen a gondolati sémánkon is. Mindegyiken, minden pillanatban. És akkor jöttem rá, hogy annyira természetes nekünk az az okokozati kapcsolat, hogy ha sokat eszünk, nem mozgunk, lusták vagyunk, akkor elhízunk, tunyák leszünk, és nem tudunk felmenni a 3. emeletre a lépcsőn. De vajon ugyanilyen egyértelmű a kapcsolat arra is, hogyha valaki folyamatosan kondicionál bennünket egy viselkedési mintával, hogy mi hogyan reagáljunk, hogy ennek is meg kell maradnia? Tehát ez így normális, hogy akkor én mindig ugyanígy fogok válaszolni rá, és nem fogok egyáltalán soha gondolkodni azon, hogy miért is reagálok így. És nem, ahogy tudok azon változtatni, hogy fel akarok menni a 3. emeletre, és mondjuk a szívem az kiugrik a helyéről, hogyha elhisztam, akkor ezen is tudok változtatni. Hogyha gyomorgörcsöt kapok a hangjától, akkor másképp kell hozzá viszonyulnom, és nem úgy, ahogy eddig. Vagyis a gondolatok és az érzések jönnek-mennek, és mi mondjuk meg mégis, hogy mire, hogyan reagáljunk, oldhatjuk őket. Ez volt a másik nagy tapasztalat a meditáció eredményének, hogy ráláttam ezekre az érzésekre. Hogy figyelni kezdtem, hogy mikor, miért úgy reagálok. Nem minden pillanatban, hiszen nem is lehet. Hogyha pizzafutár elmegy mellettem egy jó szalonnás húsos pizzával, és megérzem a szagát, normálisnak tartom, hogy hát igen, ez nem kellemes élmény a számomra. Ezzel nem feltétlenül akarok változtatni. De azon, hogy valaki odajön hozzám, és már meg se kell, hogy szólaljon, és már rögtön azt mondom neki, hogy nem csinálom, és elfutok, azon lehet változtatni. Szóval ugye meg lehet hallgatni, hogy mit is szeretne, vagy egyáltalán lehet, hogy csak jó napotot akart kívánni. És ezek is ugyanilyen sémák, mint a pizzára való reakció. De ezekre is rá kell látni, tudni kell ezeket felismerni. Annyi lehetőség van arra, hogy a meditációt kivigyük. Csak akarjuk-e odakint is csinálni? Csináljuk-e odakint? Az, hogy itt ülünk és együtt meditálunk, az könnyű, mert együtt csináljuk napi beosztással, mindenki ugyanazt ugyanakkor. De odakint nem ez van. Pedig ez is csak egy gondolati séma. Tudunk rajta ugyanúgy változtatni és beállítani. Mennyi minden van, amit csinálni kell? Felkelünk, mindenkinek normális, hogy megy zuhanyozni, fogat mosni, fésülködni. Ezek is megjegyzett dolgok, hogy ezt kell csinálnod reggel. Indiában pedig mi a feladat? Felkelsz, megmosakszol, és leülsz a szőnyegedre meditálni. Egy asramban például ez a feladat, és ezt szokod meg. És a gyerekkorodban ezt kezdted el, felnőtt korban is ezt csinálod. Miről magától érthetődő az, hogy reggel mosakszunk és fésülködünk? Az is lehet, hogy elvisz másfél órát is, hogyha éppen fürdőzni van kedvem. Vagy a lányoknál sminkelés. Tudom jó, hogy az minimum fél óra tud lenni, mert hányszor mossuk le, mert éppenséggel félre sikerült. Miért nem töltjük fél órát a párnál? Lehetne azt is? Olyan hamar el tud menni a reggel, hogy felkelünk,
akár csak 7-kor, és már mindjárt 8:30 van, és lehet, hogy el is késtünk. Tehát másfél órát elmolyoltunk. És vannak más feladatok is, amik elvárják, hogy foglalkozzunk velük. Például tél van. Akinek van kocsija, és az utcán tárolja, azt tudja, mit jelent. Reggel plusz idő az, hogy odamész, bekapcsolod, bemelegíted a kocsit, na azonnal nem fog elindulni. És utána szépen fogod a kaparót, és körbe kapirgálod az autót. Minimum 20 perc. És mégis megcsinálod. Nem ülsz be úgy a kocsiba, hogy megpróbálsz csak úgy elindulni, és befagyott ablakkal próbálsz vezetni a városban. Normális. Miért? Mert a természet, a fagy, a hideg, és az, hogy te kocsival akarsz menni, ezt így értetően, magától érthetővé teszi, hogy ezt kell csinálnod. Akkor miért nem ülünk le reggel meditálni, ha csak 10 percet vagy 4 órát? Csak ennyit, nem többet. És így szép lassan a meditáció megváltoztatta az életemet. Eleinte a környezetem az nem nagyon örült neki, főleg a munkahelyem. Ugye a szerda az fix. Akármi van, én szerdán megyek az önközpontba. Az azt jelenti bennünk a cégnél, hogy délután 4 óra utánra nem tehetnek be nekem megbeszélést. Beteheti, de nem leszek ott. Most arra már megjegyezték, már nem raknak be megbeszélést. Na, nem probléma, tudják, nem is keresnek. Vagyis ők is meg tudják tanulni azt, hogy nekem mi a fontos, és tudják is kezelni. Tudják, hogy aznap én biztosan korábban fogok bemenni, hiszen 4-kor felállok, akármi van, és eljövök. Ha leadás van, akkor leadás van. De fontossági sorrendet felállítottam. Végig dolgoztam úgy 17 évet a szakmában, hogy mindig a munka volt a legfontosabb. A cég, a film, az, semmi más, az legyen meg. Ha ilyen 2-kor megyek haza és 6-ra jövök be, az sem gond, megcsináljuk fiúk, nem gond, a lehető legjobb legyen a film. És már az előző helyen is 2 kanapé volt a cégnél. Szépen a folyosóra lerakva. Szerintem mi tudjátok miért. Általános volt, hogy benne aludtunk. És az öltöző sem véletlenül van a cégnél, zuhanyzóval. Mert ugye mindenkinek van fiókja, ahol egy váltásruhát szépen el tud tárolni. És ezen is változtattam, már nincs ilyen. És megszokták. És lehet félni ezeket a változtatásoktól, hogy mit fognak odabent szólni, hogy jaj, hogy akkor majd így gond lesz, és majd megszól a főnök. De nem, mert hogyha te belül ezt így rendben valónak tartod, akkor az kívül is rendben lesz. Nálunk vannak olyanok, akiknek nagyon hosszú hajuk van, és fiúk, és ennek ellenére hosszú hajuk van, és a cég nagyon figyel a külsőségre. Megszabják, nem járhatsz papucsban, de csináld ezt, ne csináld azt. Van ilyen cég is. Dolgoztam olyan helyen, hogy csak szürkébe lehetett járni. És mégis, hogyha... De hogyha neked fontos az, hogy hosszú hajad legyen, akkor hosszú hajad van. És ha jó szakember vagy, akkor még inkább megteheted. Tehát ha belül rendben vagy, akkor kívül is ezt így látják, és nincs semmi gond. És nem is a cégnél volt a legnagyobb probléma. Érdekes módon a barátok és a család viselte a legrosszabbul a változtatásokat. Ha elmentünk valahova a programra, vagy hívtak valahova, az első kérdésem az volt, hogy mikor ér véget? Mert hogy nekem 9-re otthon kell lennem, hogyha meg akarom csinálni a gyakorlatot. Hiszen reggel korán kerés van. Ha nem alszom legalább 3 órát, akkor nem tudom végigcsinálni a gyakorlatot. Tehát 9-re otthon kell lennem. És ha a mozi 8:30-kor kezdődött, akkor azt mondtam, akkor most én külön mentek. És ezt így nem igazán szerették. És a mai napig így van. Elég nehéz velem időpontot egyeztetni. De ettől változtak a kapcsolataim is. Ha együtt vagyunk, sokkal fontosabb, hogy egymással foglalkozunk, és megbeszéljük azt, ami a másikban van. Mert nem jövünk csak úgy össze, hogy gyerünk el a hídba, és csak úgy legyünk együtt, és mindenki iszik, amit szeretne, meg amit bír. Már nincsenek ilyen értelmetlenül kitöltött idők, hogy csak azért, hogy végre lemenjen a nap, és mehessünk haza aludni. Már nem töltik így velem az időt. Ha együtt vagyunk, akkor együtt vagyunk. És igenis meg lehet ezt is szokni, hogy az ember változtat, és kevesebb ideje van a barátokra, kevesebb ideje van a családra, vagy másmilyen hobbikra. De akkor leültem ezen így gondolkodni, hogy oké, de most akkor mi a fontos? Nekem az a fontos, hogy milyen tudattal megyek tovább. Sőt, nem is az a fontos, hogy milyen tudattal megyek be másnak a céghez.
hogy milyen tudattal ülök fel a biciklire télen. Nagyon jól tanít a bringa. Nem figyelsz oda, elkezdesz a régi megszokott útvonalakon menni, mikor tél van és lefagyott, rögtön eszedbe jut, hogy nem erre kellett volna menni, nem a reflex mód, hogy bevesszük jó gyorsan a kanyart, hogy a bicikli lefeküdjön az útra, mert a jégen ezt nem fogja utána megcsinálni. Akkor lent is marad. Oda kell figyelni. És nem csak a sport tanít arra, hogy odafigyelés és mindennapi pillanatban való jelenlét. Azt hittem pedig, hogy a futás és a bringázás lesz, meg a jóga az, ami van. Koncertáltam, benne tart a jelenben. És nem. Más valaki tanított. Egy ló. Díjlovaglást tanulok. És tudjátok, hogy ez nem egy olyan sport, hogy erezzel a hajamat. Koncentrálni kell. Az edzések olyanok, hogy egy óra bent, keményen, különböző ügetési fajták, különböző váltások, lépéshosszabbítások. És mikor már azt se tudod, hogy hol van a bokád és a térded, na, akkor jön a tanulás. Jön a következő óra. És egy olyan lovat kapsz, ami minden hibát megtorol, mindent. Az edző elmondja a formát, aznap mit kell gyakorolni. Milyen csigavonalat, kígyóvonalat, fordulás, kiskör, nagykör, váltások. És utána ott hagy. Maradsz te és a ló. Senki nem segít. És ha nem vagy ott a pillanatban, nem közöd a lóba pontosan, szavak nélkül, szárhasználat és párca nélkül, hogy te éppen milyen formát szeretnél, hogyha ő megcsinálna, azaz nem is ő, hiszen együtt vagytok, hogy mit is kéne nekünk csinálni, hogy át kéne menni a K betűhöz, de nem akárhogyan. És ha ezt nem jól közlöd vele, ha elbambultál, vagy már a következő formációjára fejedben, ez alul megtorolja, szépen bemegy a karám közepébe, és azt mondja, jó, köszönj, neki már ennyi volt. Vagy kijön az ügetésből, és kész. De nem tudod utána visszarimálkodni, hogy na akkor újra megfelelő lábbal ügessen. Ne legyen hamis az ügetésed. Kezdheted előre az egész formációt. Szépen vissza a karám elejébe, és akkor újra indít, mert kiestél az ügetésből. Nagyon jól tanít. Így minden pillanatban ott kell lenni. Nem lehet elbambulni. És ettől, hogy egyre többször várom el magamtól, hogy ott legyek, figyeljek, ne bámészkodjak, ettől valahogy a gyakorlat is itt is egyre jobb. Dokeszúnyi mondogatta mindig, nem számít semmi, ülj le a párnára, mindegy mi a gyakorlatot, csak csináld, 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 csináld és csináld. És ezt így nem értettem. De jó, oké, csinálom, és akkor mi van? De rájöttem, hogy a csinálásban is nagyon sokféleképpen lehet az ember jelen. Hogy tényleg ott vagyok és csinálom, vagy pedig így elnézelődök és elbambulok, vagy éppenséggel most nem is vagyok ott. És Dokeszúnyim azt mondta nekem, hogy olyan úgy kell csinálnom, mint amikor fogsz egy fiókot, kinyitod, teletöltött púrhabbal, de annyira teletöltött púrhabbal, hogy semmi más nem fér bele. Hogyha tényleg csinálod, akkor a gyakorlat ilyen, nem fér bele más a fejedbe, az érzéseidbe, sehova. Ez a csináld, csináld, csináld. Úgyhogy ilyen az, amikor kiviszem a meditációt, és ilyen az, amikor visszahozom azt, amit kint tapasztaltam azáltal, hogy kivittem. Hogy kipróbáltam a kocsit, hogy elviszem a szervizből, és na tényleg kicserélték-e a váltót, vagy sem. Vagy kaptam-e új gumit, és jobban veszélye be a kanyart, vagy sem. És hogyha nem, hát hoppá, akkor ülj még egy kicsit a párnán, és legyen mégiscsak jobb az a csináld, csináld, csináld. Úgyhogy mindenkinek csak ezt tudom mondani. Púrhab, csináld!